egy egyszeri regisztráció után igazából kinyitod a telefonos alkalmazásodat. Sziasztok! Imi vagyok, ez itt az Unlimited, és egy MOL Limo gyakori kérdések kisokos. Talán az egyik legegyszerűbb autó-bérlő-autó kölcsönző szolgáltatás. Egy egyszeri regisztráció után lesz egy aktivált telefonos alkalmazásod, amire rákattintasz, látod a közelben lévő autókat, amelyik tetszik, azt felveszed, mész vele, a megfelelő zónán belül leteszed, befejezed az utazást, és ennyi, nem kell időpontot egyeztetni autókölcsönzővel, nem kell arra figyelni, hogy visszatöltsd az elhasznált üzemanyagot. Egy érvényes jogosítványra van szükséged, ami legalább egy éves. Kell igazolnod a személyazonosságodat személyigazolvánnyal, kell egy olyan bankkártya nyilván, amin van pénz, ezeket szépen beregisztrálod az applikáción keresztül, azt a MOL ellenőrzi, visszaigazolja, és amint ez kész, már használhatod is. Igazából annyi van, hogy limózónán belül tudod felvenni az applikációval a kocsit, és limózónán belül tudod letenni. De hogy a kettő között te Magyarországon belül hova mész, az csak és kizárólag rajtad múlik. Ami azt jelenti, hogy igen, el lehet vinni az autókat Budapesten kívülre is, ahogy én így följöttem most a Mátrába, így a kékestető aljára, ezzel a Hyundai Konával, amit full töltöttségen hoztam el. És hát ezt a Budapest, Mátrafüred, Mátrafüred, Budapestet töltés nélkül egyetlen egy laza karikával meg is tudom tenni. Megnyitod az applikációt, kilistázza neked a közelben lévő elérhető autókat. Amelyik tetszik, arra rákattintasz, lefoglalod, és ekkor neked van 25 perced arra, hogy odasétálj az autóhoz, fölvedd és menjél vele. Amint az autóhoz értél, megnézed, hogy van-e rajta sérülés, ha van, akkor lejelented, ha nincs, rányomsz, hogy kinyitom, pak, varázslat, nem kell hozzá kulcs, nem kell hozzá semmi, beszállsz, becsukod az ajtót, üdvözöl téged a MOL Limo szolgáltatás, és megkezdheted az utazásodat. A videó alatt ott egy link az ártáblázattal. Láthatjátok, hogy melyik autónak mi a percdíja. Ugye van egy egyszeri regisztrációs díj, amit egyébként levezethetsz, majd eldöntheted, hogy te alkalmi felhasználó leszel, akinek nincsen havidíja, vagy havidíjas, aki a havidíj ellenében kedvezményekre jogosult. Én egy egyszerű mezei alkalmi felhasználó vagyok, ritkán MOL limózom, emiatt egy picit magasabb a percdíjam, mint a havidíjasoké. Akkor éri meg igazán a havidíjas felhasználás szerintem, hogyha te sokszor viszel autót napi bérlésre, mert akkor még a legdrágább Mercedesekre is igen nagy kedvezményt kapsz. Elmentek buliba este, nem isztok alkoholt, és fogtok egy MOL limót. Hát körülbelül budapesti árakat tekintve a taxi árának a feléért haza tudtok vezetni. Hát ne fogjon ki, mert hogy saját autóval és bérelt autóval sem indulsz el úgy egy hosszabb távot megtenni, hogy ne lennél biztos benne, hogy azt meg is tudod tenni. Egyébként a benzines modellekre rá lehet tankolni természetesen, illetve MOL plug-i töltőállomásokon az elektromos autókra is rá tudsz tölteni. Tudjátok, hogy az elektromos autó azonnal leadja szinte a nyomatékának a maximumát, ami azt jelenti, hogy igen jól gyorsul, de én még csak 50-ig próbáltam ki városon belül. A legfuturisztikusabb, legmenőbb elektromos autót kell kiválasszam, az a BMW i3, olyan, mintha egy űrhajóban ülnél. Ha a legautóbb elektromos autóra vágysz, az ez, a Hyundai. Összességében a legjobb autó az a Merci CLA SB, CLA szériának a Shooting Brake nevű, ugye ilyen kombi verziója, hát az valami egészen elképesztő, meg nem mondtam volna, hogy valaha fogok lelkesedni egy kombi autóért. Úgy van autóm, hogy nincs is autóm igazán. Ha kíváncsiak vagytok további limós történetekre, meg azzal, hogy velem mi van, kövessetek Instán, nézzétek az Unlimitedet, és én köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, üdv innen a Mátrából! Sziasztok! Csáááá!